F. Nagy Erika, Sánta Anna Mária, Kelemen Kata, Renát Zoltán, Szatmári Attila. Magyar szöveg Szekeres Katalin. Hangmérnök Polica Imre. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Czobor Éva. Szerkesztő Vince Szabina. Produkciós vezető Kovács Anita. Talán jól láttam. Rosario Montes jött látogatóba. Igen, valóban. Ön után kérdezett, meg az apja után. Nagyon kedves tőle. Legalább valakit még érdekel, mi van velem. Képzelem, hogy Dinora és Fernando miket hazudhatott, hogy leplezzék, mit műveltek velem és szegény apámmal. Nekem erről fogalmam sincs, szenyora. Az egészről semmit nem tudok. Mondja, miért nem árulja el nekem az igazságot? Mondja, mit műveltek az apámmal? Szenyora, semmit sem tudok. Semmit sem. Hiszen nem is ismerem. Még nem találkoztam az apjával. Kérem. Kérem, mondja meg, mi történt vele. Ígérem, ígérem, hogy tartom a számot. Már megmondtam, nem tudok semmit. Értse már meg. Szenyora, amikor megérkeztünk a birtokra, az apja már nem volt itt. Fogalmunk sincs, hogy vajon mi történhetett vele. Ennek pedig az az oka, hogy nem szokásunk kérdezősködni. Az a feladatunk, hogy kövessük az utasításokat.
Értse meg. Azért vagyunk itt, hogy megvédjük. Őrizzük a birtokot, őrizzük a házat. És magát is. És hadd mondjam el, hogy ez eléggé különbözik attól, amit mi általában csinálunk. Nagyon különbözik. Na és árulják el, mire képesek? Mégis mi az a tevékenység, amit maguk olyan nagy sikerrel űznek ebben? Ne nevessen! Képzelje, igenis nagyon sok komoly munkánk volt. Talán hallott a bankrablásról a Royal White-ban? Tényleg? Mi voltunk? Úgy bizony, mi ketten rámoltuk ki a szépet a bankban. Egy dollárt nem hagytunk ott. Egyet sem! Hát persze, akkor maguk voltak azok, amikor a rendőrség üldözőbe vette magukat, az összes pénzt ott hagyták a templom előtt. Hát igen, sajnos így alakult. Végül nem tudtuk megtartani a pénzt, mind oda veszett. Hát igen, de akkor az volt a legfontosabb, hogy a bőrünket mentsük, nem? Így van. Ráadásul így nem terheli a lelkiismeretünk. De miénk a dicsőség, hogy véghez vittük az évszázad rablását, hát nem? Igen. Tökéletesen hajtottuk végre. Tökéletes. Tökéletes volt. És ez még nem minden. Még nem is említettük a Truendly Hotel elleni támadást. Oh, azok is maguk voltak, hát ezt nem hiszem. A gondolj, arról is sokat tudunk mesélni. Tudom, bementek a szálloda szobáiba, és ellopták az ott megszálló gazdag vendégek ékszereit. Elképesztő zseniális ötletet, gratulálok. Legnagyobb sajnálatunkra megint becsúszott egy hiba. Az összes ékszert betettük egy dobozba, amit aztán véletlenül összekevertünk egy másikkal. Remlékszem, ezt is megírták. Összekeverték a dobozokat, végül egy csomó hamutállal menekültek el. Mindenki magukon nevetett, még nem láttam két ilyen balfáccent. Hát jól van, igen, tényleg. De arról viszont már nem szólnak a hírek, hogy azokat a hamutálakat nagyon jó pénzért tudtuk eladni egy másik városban. Csomót kaszáltunk, hiszen nagyon jó minőségűek voltak. Jó kis hamutálak voltak. Na figyeljenek, köszöntőt mondok. Maguk igazán bátor emberek, akik bizony nem ijednek meg a saját árnyékoktól. Csirió! Magára, barátom! Egészségére! És magára is? Na szép, mondhatom. Maguktól aztán bárki ránk támadhatna ma este. Senki sem őrzi a házat. Miközben itt szórakoznak a házban, hangosan zenét hallgatnak és szépen iszogatnak, Señorita Dinora rosszá leszel! Mégis miért nem végzik a munkájukat? Mire várnak? Bármelyik pillanatban meglepettek bennünket! Kifelé! Menjenek a dolgukra! Ugye nem akarod a védelmedbe venni ezeket? Mi van? Talán szóltam egy szót is? Teljesen egyetértek veled. Figyelniük kellene. Ha ki szeretnéd rúgni őket, Fernando, engem tulajdonképpen az sem érdekel különösebben. Viszont úgy tűnik nekem, hogy igazából nem is a ház biztonsága miatt aggódsz, nem bizony. Féltékeny vagy, Fernando. Lehetséges. Ezt nem tagadom. Azt nem állítom, hogy szeretlek, de nagyon kívánlak. Nem tudom, hogy érted el ezt, de mióta együtt voltunk, kedvesem, azóta nem tudlak elfelejteni.
Szóval azt akarod mondani, hogy inkább a birtokon dolgoznál, ahelyett, hogy nekem? Nem, dehogy. Csak addig szeretnék Juannak segíteni, amíg kórházban van. Ez a kötelességem. Nem gondolod? Nem, szerintem nincsen igazad. Hiszen erre itt van Olegário és az új munkások, akik az Elizondo birtokról jöttek át. Neked meg ott van Éva. És a többi alkalmazottad, akik szívesen segítenek. Vagy ez nem elég? Gyere közelebb, szenyor! Nem sajátíthatsz ki magadnak. Miért? Engedd meg csak néhány napig, hiszen tudod, hogy mennyire szeretem ezt csinálni. Hát nem hiányzom neked. Talán jobban szereted azokat a lovakat? Hát az biztos, hogy erősek. Aha. És nagyon szépek. Mm-hmm. Viszont... Igen. Jaj! Egyiknek sincs olyan gyönyörű szeme, mint neked, szerelmem, úgy bizony. És egyikük sem suttog nekem szerelmes szavakat. Igen, tudod mit? Adok pár csókot. Mm-hmm. Hogy választani tudja a lovak és köztem. Hm? Szeretlek. Majdnem tökéletes. De talán túl sok lett a tészta itt. Látod? Igen, egy kicsit kevesebb kellett. Igazán, látod, tényleg le kell vágni belőle. Az igazán nem gond, mert nagyon sokat tanultam Juantól. Neked is figyelnek kellene rám. Juan nagyszerű tanár. Láthatod, milyen jól sikerült. Az igazság, hogy engem sosem tanított. Nem volt rá alkalom. Nem is gondoltam, hogy ilyen jól fog kinézni. Ennek a pörköltnek isteni az illata. Nagyon finom lesz. Domingán, nagyon szépen kérlek, segíts nekem. Lassan haladunk. Lehetne sertéshúsból is. Milyen fenséges illatot érzek itt a konyhában? Segíts nekem, kérlek. Hogy van, Juan? Jól, sokkal jobban. Az orvosok szerint sokat javult az állapota. Az is lehet, hogy már a héten hazaengedik a kórházból, hogy itthon lábadozzon. Hát csak az a baj, hogy jól ismerem Juant. Pontosan tudom, hogy egy pillanatra sem fog egy helyben ülni, ha egyszer hazajön. Ez igaz. Úgyhogy emiatt nem bánnám, ha egy kicsit tovább maradna a kórházban. Hát nem hiányzik neked? Aj, Oszkár, az Istenért. Hát persze, hogy borzasztóan hiányzik. Már azon gondolkodtam, hogy esetleg bent maradok vele a kórházban, csak éppenséggel az a baj, hogy nem hagyhatom magára Juan Davidot egész éjszakára, mert nincs, aki vigyázna rá, bizony. Dehogy nincs, majd én vigyázok rá, normál. Ne aggódj. Még ha ez azt jelenti, hogy őt ki kell raknom az ágyból. Hogy? Te most komolyan beszélsz? Uh-huh. Képes lennél magamra hagyni egy baba miatt? Igen, szenyor, úgy bizony. Hé, nem. Ez... Ne edd meg azt, mert még a végén nem marad belőle vacsorára. Csak egy kicsit megkóstolom. Nem. Hát jó, nagyon jól kell sikerülni ennek a vacsinak, ugyanis nagyon fontos ügyfeleket hívunk meg ma este. Pontosan ez az oka, hogy Donya Jimena és Donya Norma besegít. Hála nekik, este a vacsorán mindenki megnyalja majd a 10 ujját. Nagyon szívesen segítek a vacsora elkészítésében, viszont utána sajnos nem tudok maradni, mert bemegyek a kórházba Juanhoz. Menjen csak nyugodtan, Donya Norma, én vigyázok a babára. Nem szükséges, ne aggódj, Dominga, majd én vigyázok az unokaöcsémre. Szívesebben, mint hogy Franco ügyfeleivel találkozzam. Szerelmem, nem is ismerem őket. Nem, édes, nem szabadulsz meg tőlem ilyen könnyen. Hm? Szeretném, ha te is ott lennél a vacsorán mellettem. Szeretném, ha megismernének. Meg akarom nekik mutatni a szépséges feleségemet, aki a leggyönyörűbb nő az egész környéken. Ha? Úgy bizony. Na gyere, adj egy csókot a férjednek.